úgy gondolom, hogy ez mindenhol fontos ez a film, mert nálunk talán most éppen nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy a világ minden országában nagyon fontos, hogy szembenézni a történelemmel. És elsősorban úgy gondolom, hogy minden országnak a saját történelmével kell szembenéznie, nem másokra mutogatni. Egy őszinte, egy kemény, egy annyira kritikus és annyira önkritikus szembenézés a saját legszörnyűbb, múltjuk saját legszörnyűbb részével, ami azt hiszem Magyarországon elképzelhetetlen. Én úgy érzem, hogy Rádus Zsude a saját útját járja, és talán az első filmjét még be lehet állítani ebbe az új hullám, román új hullámos vonulatba, de utána egyre inkább az jellemző a filmjeire, hogy ettől eltávolodik. Nem igazán tudjuk feldolgozni azt, hogy a nemzetünk nem feltétlenül csak jó dolgokat tett ezekbe a borzasztó konfliktusokba, hát ugye nyilván háborúnak mindig van sötét oldala, és ebbe minden ország egyformán vétkes. Ez egy nagyszerűen megcsinált film. Romániában erről játékfilmet lehet csinálni, de olyan játékfilmet, hogy hát a kés a levegőben megáll. Én figyelmem egy percig nem lankadt a film közben. Ezt elmondhatom, és nagyon nagy öröm volt ezt látni.